Sziasztok, kedves barátaim! Lila Sukadász vagyok Krishna völgyből, és ma egy izgalmas témával készültem, hogyan reagáljunk a válság hullámaira. Amiről beszélni fogok, hogy igazából nem az számít, hogy mi történik kívül, hanem hogyan reagálunk arra, ami kívül történik. És az intro után el fogom ezt mondani nektek. Szeretnék elmesélni nektek egy történetet, amit az egyik lelki tanítomtól, Vajsésik a Prabutól hallottam. És ez a történet arról szól, hogy volt egy király, akinek volt egy minisztere, és próbára akarta tenni a miniszterét, és adott neki egy különleges feladatot. A feladat abból állt, hogy mondta neki, hogy meg kell találnod azt az ékszert, ami a boldog embert szomorúvá, és a szomorú embert boldoggá teszi. Erre van hat hónapod, és hat hónap alatt meg kell találnod, és gyere vissza hat hónap múlva, hogy akkor mit sikerült találnod. És akkor a miniszter vakarta a fejét, hogy akkor hogy oldja meg ezt a feladatot, hogy ami a boldog embert szomorúvá, szomorút boldoggá teszi. És kereste mindenhol a birodalom minden városát, körüljárt, és már kezdett lejárni a hat hónap, és a hat hónap utolsó napjába bement a bazárba, és ott elment az ékszerkereskedőnek az üzlete mellett. És már kétségbeesésében, hogy akkor nem találta meg, nem tudta beteljesíteni a feladatot, bement hozzá, és kérdezte tőle, hogy tudsz-e nekem egy olyan ékszert adni, ami a szomorú embert boldoggá, a boldogot pedig szomorúvá teszi. És a kereskedő mondta, hogy Természetesen. Mi sem természetesebb bennél, Ugye, mert ő nagyon aggódott, hogy akkor nem tudja beteljesíteni a feladatot, és mondta neki, hogy itt van ez a gyűrű, ez, ez teljesíti ezt a kívánalmat. És megnézte a gyűrűt, volt a gyűrűn egy írás. És amikor elolvasta az írást, akkor felragyogott az arca, és nagyon boldog lett tőle. És akkor nagyon örült, kifizette a gyűrűt, és ment haza a királyhoz. Ment haza a királyhoz, és akkor már jelentették a királynak, hogy visszatért a minisztere hat hónap után, és a király igazából kicsit meg akarta alázni a miniszterét, és akkor adott neki egy olyan ilyen feladatot. Igazából ő se gondolt, hogy létezik egy ilyen ékszer, de gondolt, hogy ad egy ilyen feladatot neki, hogy kicsit letörje a, az egóját. És amikor a, visszajött a miniszter, akkor kérdezte tőle, na, sikerült megtalálnod azt az ékszert? És akkor a miniszter mondta neki, hogy ő felsége, a te jóváhagyásoddal és a te indokolatlan kegyedből, akkor sikerült megtalálnom ezt az ékszert, és szeretném odadni neked. És amikor a király megkapta az ékszeret és elolvasta, ugye nagyon magabiztos volt, nagyon büszke volt a, a királyságára, a vagyonára, a hatalmára, és amikor elolvasta, hogy mi van erre a gyűrűre írva, akkor elszomorodott. Mert a gyűrűre az volt ráírva, hogy minden elmúlik. És amikor benne vagyunk egy nehéz helyzetben, amikor szomorúak vagyunk, depressziósak vagyunk, és olvassuk ezt, hogy minden elmúlik, akkor ez a nehéz helyzet is el fog múlni valamikor. És amikor valaki egy jó helyzet, van, boldog, elégedett, sok elég vagyona van, stb. stb. Akkor, hogyha ő ugyanezt látja, akkor szomorú lesz miatt. Úgyhogy a miniszter megtalálta ezt a gyűrűt. És erről beszél a Bhagavad Gita is a második fejezetében, hogy a boldogság és a boldogtalanság ideiglenes megjelenése és eltűnése olyan, mint a tél és a nyár kezdetés elmúlása. Óbáratosan ezek csak érzék erednek, és az embernek el kell tűnnie őket, anélkül, hogy zavarnák őt. Ugye ez váltogatja egymást az anyagi világban. Boldogság, boldogtalanság, siker, kudarc, tisztelet, gyalázat. És ezek a kettősségek mindenkire hatnak. De ezek elmúlnak. Egyikből jön a másik, a másikból jön az egyik. És ugyanígy most, Benne vagyunk egy nehéz helyzetben. Ugye most a világ a koronavírus miatt kezd leállni, van egy világleállás, ami igazából ebbe a túlpörgetett, túlhajszolt világnak gyakorlatilag szüksége van egy kis pihenőre, egy kis leállásra. És hogyha nem tudjuk megcsinálni magunktól, akkor ránk lesz kényszerítve a legfelsőbb akarat által, és ezt tapasztalhatjuk most. És ezt is lehet egyik szempontból, vagy másik szempontból nézni, nézzük azt az oldalát, hogy oké, okay, most szükség van egy leállásra. Olvastam tegnap egy hírt, hogy a klímaváltozásnak is jót tesz ez a leállás, kevesebbet füstölnek a gyárkémények, és akkor már csökken a széndiokszid kibocsátás. Tehát, hogy önmagától az emberiség nem tudja ezt megcsinálni, nem rendelkezik azzal az önkontrollal, egy pici vírus segítségével akkor ez az önkontroll már is jobban működik, ha bár ez nem önkontroll, ez kényszerített kontroll inkább. De hogyha benne vagyunk ebbe a helyzetbe, akkor ne helyezzük magunkat az áldozat szerepébe, mert természetesen, hogy sok nehézség is történik. Szeretném ismét elmondani, hogy ahogy érezzük magunkat, az nem azon függ, hogy mi történik kívül, hanem hogyan reagálunk arra, ami kívül történik. És ahelyett, hogy áldozatként reagálnánk a körülöttünk lévő eseményekre, akkor reagáljunk úgy, hogy mit tudunk ebből tanulni. Itt vagyunk ebben a helyzetben, mindannyian, nem csak itt Magyarországon, az egész világ gyakorlatilag kezd ebből a helyzetbe kerülni, hogy mit tudunk ebből tanulni. És az egyik tanulság, ami nagyon fontos, hogy megértsünk, hogy kell befelé menni, nem csak kívül kell tevékenynek lenni hanem belül is tevékenynek kell lenni. És most lehetősége van mindenkinek, lehetősége van neked is, nekünk is lehetőségünk van, hogy jobban befelé menjünk, hogy olvassuk a szentírásokat, hogy mantrázzunk, hogy keressük a kapcsolatot a legfelsőbb személlyel, mert lehet, hogy a mindennapok rohanásába erre úgy gondoltuk, hogy nincs idő. De akkor most van idő, mindenki kap rá időt, és amikor ezt helyesen tudjuk használni, akkor ki tudunk kerülni ebből a szomorú, depressziós helyzetből, amiben esetleg benne vagyunk, hogy félünk, hogy mi fog történni. Mi fog történni velünk, mi fog történni a vírussal kapcsolatban, mi fog történni a gazdasági helyzetünkkel ebben a helyzetben. De van egy másik jó hírem, hogy a Bhagavad Gita beszél arról, hogy mi örökkévaló lelkek vagyunk. Nem vagyunk ez a test, és az örökkévaló lélekre nem hatnak ezek a hullámok, nem hatnak a válságok, nem hat a koronavírus se az örökkévaló lélekre, az örökkévaló lélek transzcendentális. És hogyha megértjük ezt, hogy mi transzcendentálisak vagyunk, és próbálunk e szerint cselekedni is, nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is, hogy próbáljuk kiegyensúlyozottan kezelni mindezeket a hullámokat, mert ezek a hullámok ezután is lesznek. Lemegy a koronavírus hullám, aztán jön majd később egy másik hullám. Egy földfelé menő szakasz és egy lefelé menő. Ez olyan, mint egy színuszgörbe gyakorlatilag. Az anyagi világnak ez a természete. Boldogság, boldogtalanság vált, váltja egymást. És amikor nem lepődünk meg rajta, hanem próbálunk a léleknek, a lélek szükségleteire összpontosítani, hogy újra felelevenítse magát a kapcsolatát a legfelsőbb lélekkel, akkor ezek a hullámok nem fognak bennünket zavarni. Kérlek, jegyezd meg, hogy nem az, a, nem az befolyásolja, hogy hogyan érezzük magunkat, hogy mi történik kívül, hanem hogyan reagálunk arra, ami kívül történik. Mert ami kívül történik, arra kevesebb befolyásunk van. De hogy hogyan reagálunk arra, ami, ami kívül történik, arra nagyon befolyás, nagyobb befolyásunk van. Kérlek, próbálj e cselekedni, e gondolkozni, és segíts a körülötted lévőkön is, hogy e gondolkodjanak. Köszönöm szépen a figyelmedet, Hare Krishna!